Sziasztok! Ismét a Kultúrgyerek webáruház könyvajánlóját látjátok. Most Ovis ismeretterjesztő könyveket hoztam nektek. Az első, amit meg szeretnék mutatni, ez a Kis Felfedezők sorozat, ami nem csak dínós részből áll, hanem van járműves és testtel foglalkozó része is, világűr, sokféle lehetőség, attól függ, hogy mit szerettek. Nagyon sok kinyithatós rész van, és ahol lenyílik a papír, alatta még szöveg, vagy kép, hovisoknak szól, úgy 4-6 éves kor között ajánlom ezt a sorozatot. A Nőklapja kiadónak van egy ilyen Kukucskáj bele sorozata, szintén rengeteg része, most ezt a földdel foglalkozó könyvet szerettem volna megmutatni, mert ez különleges. A bolygónkkal foglalkozik, meg a természettel, és van például ilyen nagyon kinyitogathatós lenyíló oldala is. Remélem, hogy látjátok, hogy a végtelenségig lehet nyitni, majdnem. És akkor még mindig itt nyílnak ezek a pici részek, amiket nem akarok kinyitni, na jó, egy picit itt megmutatok. Ilyesmi jellegű. De van, ami egy konkrét kérdésre válaszol, például ez, hogy hogyan látunk, szerintem borzasztó érdekes, hogyan látnak az állatok, a szemüveggel foglalkozik, és minden, ami a szemmel kapcsolatos, az benne van. De van olyan is a sorozatban, hogy hogyan születik a kisbaba, vagy például ez a Mitől esik az eső című, ami időjárásról szól, kicsiknek, 4-5-6 éveseknek szól ez az összes könyv, amit ma mutatni fogok. Nagyon szépen illusztrált. És hát igazán okosítanak ezek a könyvek. Most a mániám a kinyithatós könyvek, a mániáim, úgyhogy ezzel is fogom folytatni. Az egyik kedvencem a Szkolár kiadó Mit, Miért, Hogyan sorozata. Ebből vannak mini részek, amik elvileg 2-4 éves kor között ajánlottak. Egy állatos mutatok először. Ez ugyanolyan, tehát más a fűzése, ez egy spirálos jellegű, de ezek a könyvek mind nagyon tartósak, és ha azt hiszitek, hogy a gyerek széttépi, szerintem nem. Nagyon nehezen tudja. Nagyon nehezen tud kárt tenni benne, de lehet, hogy nem is akar. Mindenhol vannak kinyithatós részek, amit most lehet, hogy nem láttok, de nektek is majd meglepetés lesz, hogyha otthon megnézegetitek. Ennek a sorozatnak van legalább 20 része, csak a mininek, úgyhogy csak néhányat hoztam ízelítőül. Járművesből is rengeteg van, de ez a mentő jármű, ez egy kedvenc. Ez például ki is tudom nyitni. Úgy néz ki egy oldal, de ezen kívül is van még nyitogatós rész. Itt ez magáért beszél, minden, ami mentés. De van kukásautó. Melyik fiú nem szeretné, vagy lány? Rengetegféle állatos, időjárás, ahogy mondtam, járművek vannak a sorozatban, de cicák, kutyák, még katicabogaras rész is van ebbe a mini sorozatban. És akkor mutatom a kicsit nagyobbaknak valót, mert erre az van írva, hogy 4-7 év, de azért nagyban függ a tartalom attól, hogy kinek ajánlom. Mert szerintem egy kicsi gyerek, akár egy 2-3 éves is simán elnézegeti ezeket a nagy alakú könyveket. Nyilván nem mindent ért belőle, de később fogja érteni. Most viszont a képeket már tudja nézegetni, tehát nagyon megéri esetenként egy ilyen nagyobb alakú könyvet venni, ami nem sokkal drágább, mint a kicsi, viszont sokkal több van benne, és sokkal tovább jó. Tehát sokkal tovább használható az építkezésen, hogy maradjunk a járműveknél. Hát ebben is minden van, ami olyan, mint egy böngésző igazából, szóval azért mondom, hogy egy kisebb gyerek abszolút talál benne látnivalót. Nyilván akkor először mi magunk fogjuk elmesélni, hogy mit lát, nem a könyv soraiból szemezgetünk, de hát akár az is lehet, hogy elolvassuk, csak nem minden szöveget mondjuk, vagy egy kicsit másképp. 4-5 éves korban pedig már abszolút fogékonyak arra a tudásra, amit ez ad a sorozat. Van egy ilyen nagyon jó összefoglaló része, az első lexikonom, ez vastagabb is, mint a többi, és ez egy ilyen best of, mert ebben mindenféle tudásról ad egy összefoglalót. Ugyanakkor, ha van már ilyen könyvetek, nem pont ugyanaz van benne, mint az adott könyvből,
Tehát mondjuk van itt az emberi test, de egy kicsit más tartalom van benne, mint a Fedezd fel a testet című könyvben. Tehát arra nagyon ügyel, hogy ne legyen dupla, még ha többet is vásároltok a sorozatból. Kinyithatósoknak a végére értem. A Manókönyvnek van egy ilyen évszakos könyve, ami hiánypótló, mert nem sokkal találkoztam eddig, ami az évszakokkal foglalkozik. Akár egészen kicsiknek, tehát ez 3-4 éves kortól én ajánlom. Nagyon szép képek vannak benne, és jól szemlélteti, hogy hogyan változik az időjárás évszakonként, mit csinálunk, mivel foglalkozunk. Ez egy nagyon aranyos könyv. Van egy ilyen pici sorozatom, ami egy ilyen igazi jó áras kiskönyvtár nevezetű sorozat. Nem csak testünk, hanem ebből is van kutyás, farmon élő állatok, napholdcsillagok, bolygókkal kapcsolatos mindenféle rész. Ez összesen 900 forint, és ilyen szép nagy képekben illusztrálja az adott témát. Ez is az egészen kicsiknek való, teljesen érthetően írja le, hogy hogyan néz ki belülről a testünk. Hát ismeretterjesztőnek gondolom az érdeklődő nagyfiúknak, ezt nagyovisoknak ajánlom, a focisták könyvét. Persze focis, nagyon sok focis kiadvány van, amit miért sorozatból is van kihajthatós foci rész, de ez olyan, ami kisebb alakú, és abszolút jól elmagyarázza a szabályokat, hogy mi történik a pályán. Ezt olyan 5-6-7 éveseknek javasolom. Lehet, hogy ezt már mindenki ismeri. Ez az Ovis mesék sorozatnak az egyik része, mert hogy van már 4 vagy 5 része van, azt hiszem, a sorozatnak. Ezek ugye mind az óvodásokkal foglalkozó történetek. Mi történik az óvodában? Azért is nagyon jó, és azért is szeretik nagyon sokan, mert az ő problémájukkal foglalkozik. Ezek napi történetek, ki, miért sír, miért nem eszik, mit eszik. Nyilván nem ilyen témák, de nagyjából igen. Tehát a gyerekeket foglalkoztató dolgok. Viszont ezt én ismeretterjesztőnek is gondolom, mert ha bár mese, nagyon-nagyon jól leírja egy-egy mese keretein belül az ünnepeket. Hogy hogyan ünneplünk húsvétot, farsangot, valami címet szeretnék mutatni, vagy akár a Mikulást. Ha önmagában ezt veszitek meg, akkor se maradtok le semmiről, mert a sorozat részei csak lazán kapcsolódnak egymáshoz. Tehát ez ugyanarról az Ovis csoportról szól, mint az összes többi, de nincsen kapcsolata mesék között, csak az, hogy a szereplők ugyanazok. A sakkot minden korosztálynak ajánlom, és már el lehet kezdeni ebből a könyvből például 4 éves kortól a sakk tanítást, mesén keresztül, vagy hát úgy mondom, hogy egy mesés oktatással, mert hogy ez egy ilyen interaktív könyv, feladatos, feladatokat csinál, mesés rész is van benne, próbálok egy mesésebb részt. Hát ebbe talán nem annyira van mese rész, mint a nagyobbaknak valóban, a 6 éves kortól ajánlott, másik az iskolásoknak készült kisfilmembe tettem bele, amiben mesetörténet is van. Ez akkor talán inkább feladatos, rengeteg feladat van benne, de nagyon szórakoztató. Még akkor is, hogyha esetleg nem tanultok sakkot belőle, hanem maguk a feladatok is, mint egy ilyen óvodásoknak szóló fejlesztőkönyv. Ha már fejlesztőknél tartunk, akkor abból... Hát óriási választék van. Mutatok egy ilyet, ami egész kicsiknek való, Minimatek néven, és ezek általában 500 forint körül mozognak, ezek a füzetek. Nagyon sok oldal van benne, nagyon sokféle feladat, amit nem fog feladatnak érezni a kicsi, hanem játéknak. Szintén egy matek, hát ebből is nagyon sok van. Uvi Matek néven fut. Első, második része is van ennek a füzetnek. Ezért ezek elég hasonló feladatok, bármelyiket is mutatom. Illetve van egy ilyen nagyon jó pofa, nekem ez az egyik kedvencem. Ebből a sorozatból többféle is van. Játszunk a vonalakkal, a formákkal. Hasonló felépítésű mindegyik füzet. Nagyon szép színes.
és tényleg jó pofa feladatok vannak benne. Ez ilyesmi. És nagyon változatos feladatok. Aztán, hogyha fel akartok készülni az iskolára, de ez még olyan kezdetek, akkor ajánlom ezt a pontok, pöttyök, csíkokat is, amiből szintén van vonalak, számok, betűk rész, és ez is teljesen játékos formában fejleszti a finom motorikát. Ez is egy nagyon jó pofa füzet, nagyon sok feladat van benne, van egy olyan része is, hogy óvodába indulok a legkisebbeknek, ez 4-5 éveseknek szól, ahogy rá is van írva, és van egy olyan, ami olyan 3 éveseknek körülbelül, vagy legalábbis onnantól kezdve. Tehát ebből még nagyon sokat találtok a korosztálynak megfelelő kategórián belül a fejlesztő, foglalkoztató színezők résznél. És utoljára egy ilyen jópofa napraforgó kiadványt hagytam. Ez egy új dolog. Van belőle 6 korosztálynak ilyen kis feladatos kivehető, és feladatos füzet van benne. 1200 forint, és tényleg nagyon ajánlom, mert sok feladat van benne, jó áron van, és még egy korosztálya a kisebbeknek is kapható, és még nagyobbaknak is egészen 10-11 éves korig feladatos könyv, ami mondjuk akár utazáshoz is, útközben is a mérete miatt nagyon jó szórakozás, tehát elfér a kézbe, és talán saját maguk is már meg tudják oldani a feladatokat, ha felolvassuk. Köszönöm a figyelmet, ha még mindig nem vagytok biztosak abban, hogy mit szeretnétek, akkor keressetek engem cseten, telefonon vagy levélben, vagy látogassatok el a Kultúrgyerek weboldalra, és ott az adott kategórián belül, vagyis az adott korosztályon belül, mint most itt óvodások, kisóvodások, nagyóvodások, ha legörgettek az ismeretterjesztő könyvekre, akkor ott még sokkal több tartalmat találtok. Sziasztok!